Kardos Gábor, I. és Mária, Dudás Eszter, Tarján Péter, Varga Tamás, Berzsenyi Zoltán és Gyurka főszereplésével. Bemutatjuk a Volt egyszer egy vadkelet című filmet. Útra Vigó, második rész. További magyar hangok. Breyer László, Breyer Zoltán, Pap Györgyi, Szűcs Sándor, Hol János, Hol Nándor, F. Nagy Zoltán, Borbé Viktória, Faragó József, Braun Rita, Kajtár Róbert, Tihanyi Tóth Csaba, Vég Gusztáv, Bárkány Miklós, Némedi Mari, Fodor Teréz, Pár Nagy Kati, Kisfalusi Bálint, Dimulász Miklós. Bella, Bella Marie, bleib mir treu, ich komm zurück morgen früh. Bella, Bella, Bella Marie, vergiss mich nie. Jacqueline. Udo? Tehát ez a mi fiesta? Fiesta italiánánk. km. Ez bizony sikerült, Gyurkám. Ezt is kibírtad. Mit érzel? Semmit sem. Ez jellemző. Én majdnem megőrülök. Kék ég Bitterfeld fele. Az ég az kék, de nem látok embereket az utcán. Se füstöt, se vonatot. Mintha kihalt lenne a mi kis városunk. Hét Olaszország, mint a két év telt volna el. Így van, papa. Mi lehet a szomszédainkkal? Ott te! Lassításra állítottad? Méghozzá szuper lassításra. Forgatókönyv Reinhard Kloss és Stefan Kantz. Fényképezte Axel Block. Zene Eki Stein. A féleszű! Honnan került ide? Egyenesen Nápolyból, ugyanis szabadságon voltunk. Szóval nyaralgatott, és sütette a hasacskáját, amikor mi minden erőnkkel a fellendülésen vagyunk. Na és a lakásunk? Maga! Maga! Terrorista! Magukat semmiről sem értesítették?
Egy golfpálya. 16 lyukkal. Hangmérnök Hegede Béla. Gyártásvezető Hingl Péter. A magyar szöveget írta és a szinkront rendezte Berzsenyi Zoltán. A szinkron az Intercom megbízásából a Szinkron stúdióban készült. Rendezte Wolfgang Bült és Reinhard Kloss. Újra itthon, Gyurka. Tulajdonképpen. Uram, a te messzi államidban kinek jutott a tulajdon? Akárhová lépünk, ott egy új ház áll. Lehet így is mondani. Minden sarkon egy új bútorbolt lakásunk meg nincs. Dr. Olcsó János irodája Dresda. Na hát, Saki! A papa örökölt. Azonnal indulunk Dresdába. Jól csúszik. Hé, ember, miért rohansz el? Fekete, piros, arany. Vagy talán félsz az egyesüléstől? Akad kisebb méretben is. Asszonyom, a legfőbb dolog a biztonság. Jaj, meddig kell még várnunk? 8 év. Micsoda? Amikor dobbantott, 8 éves voltam. Kicsoda? Max bácsi, Ausztráliába. Már meg is van. Folytatom tovább. A szöveget. A kommunista banda által kisajátított gyáramat, mely a Dresda melletti Landwitzban található, ha Németország újra egységes lesz, egyetlen élő rokonomra, unokaöcsémre hagyom, kinek neve Udo Strucz. Ez ön lesz. Igen. Nekem ő csak úgy él az emlékezetemben, mint egy elég unalmas kis fickó, de... Segíts, Jaki! De lehet, hogy időközben felnőtt ember lett belőle, és megkomolyodott. Remélem, evel nem sértettem meg azt a kemény 100 kobakját. Írom mindezt világos elmével, Max Strucz, Canberra, Ausztrália, 04-12-1992. Szóval van az üggyel kapcsolatos kérdése, Herr Strucz. Strucz! Strucz? Igen, milyen gyár is ez valójában? Na hát, papa, gyárus lettél. A tanítás meg egy hét múlva kezdődik. Tanár bácsi kapitalista. Mondd meg a melleidet szépen, ez az nagyon jó lesz, múgy. Ez a nagyon jó. Ez az, úgy, most csináljuk, mintha felizgultál volna. Ez az Gyurka. Fantasztikus vagy, nagyon jó izgató vagy, oly gyönyörű. Na hát, mesztelenkedik az én Gyurkámon. Lefelé innen. Szülnöttek. Papa, ne csinálj itt ilyen szelet. Örülj, hogy valaki rámászik a Gyurkádra. Mama, szólj már valamit.
Diana! Saki, no hát! Eljöttél Potsdamból? Hát, muszáj egy kicsit mozogni. Képzel, behoztak a szuper szexi 8-ban, lehet, hogy bejutok a Kvelle katalógusba is. Ó, az már valami. Tudod mit? Ma este nálam alszol, és belemegyünk az éjszakába. Jól van. Arról szó sem lehet! Kérlek szépen, papa. Annyi mindent el kell mesélnem. Hadd menjen. Úgyis azt csinál, amit akar. Jaj, köszönöm, papa. Oda néz, papa. Itt még gyógyvíz is van. Nem kell gyógyvíz. Nekem ágy kell. És csak, mama, a kicsiből egész nagy lett. Na, ezt tudjuk már régen. Piros sapka. Talán egy kalapgyár? Na, neked is kéne venni már egy újat. Hé, halló! Maga ott! Halló! Halló! Úgy tűnik, itt nem számítottak ránk. Vermissen sie die Schule nicht. Mädchen machen gerne Jungs an. Sie mögen Flirts und haben Spaß daran, bunten Wellenreitern zuzuschauen, aus Träumerei ein Schloss zu bauen. Mädchen, Mädchen haben Sehnsucht, einfach nur verliebt am Strand zu liegen. Mädchen, Mädchen haben Träume, mit den Wolken übers Meer zu fliegen. Denn sie wissen, dort liegt irgendwo das Paradies. Alle Mädchen stehen auf Sonnen. Also Raoul, őt a Kinett a markában. Hát, Alltag hat der Wind verweht, sobald der Sonnenbrand vergeht. Mädchen ziehen sich gern Bikinis an, weil man in ihnen besser träumen kann. Sie gehen mit verklärtem Blick vorbei und träumen nur noch von Hawaii. Mädchen, Mädchen haben Sehnsucht, einfach nur verliebt am Strand zu liegen. Hello, Csajok! Minden easy, minden rajzsa. Nincs panasz? Nincs. Lejött néhány fotom az ultrában. Kasszáltam 3 kilót. Top modellként állam esténként kereshetsz egy ronnyot is. Nem kamu. Easy money. Semmi stressz. Itt a névjegyem. Persze nem erőszak. Pigál. Varietti világszínvonalon. Semmi tabu.
Ilyet már, mintha láttam volna. Schulz, nem akar tájékoztatni? Az adott munkakörben az én sokoldalú iniciatíváim ellenére sajnos még nincs minden. Üle! Ma délre szükségem van a kimutatásokra. Szonálási költségek, nyitómérleg, stb. Megpróbálom délre elintézni, Herr Kühn. Kühn. Igen, Herr Kühn. Meyer maga jön. Kész van a szociális terv? Belső használatra? Igen. Szóval nincs kész. Mára legyen kész, kérem. Igen is, polgármester úr. Intézkedni fogok. El fogom rendelni. Operatíve. Uram! Mit gondolnak ezek? Ez nem cigánytábor. Hé, maga ott! Úgy gondoltuk, élünk avval a jogunkkal, hogy... Egy pillanat. Magántulajdon esetében már nincsenek jogok. Kérem, erre nincsen szükség. Az uram a piros sapka új tulajdonosa. Micsoda? Megengedi? Strucz. Igen? Igen, igen, igen. Majd még beszélünk. Frau Giebel? Azt hiszem, egy csésze kávé igazán ránk férne. Jó. De azt először meg kéne néznem, hogy ebben a kócerájban van-e egyáltalán kávé. Jó, felejtsel. Na szóval, Strucz úr, ismerje meg az egykori üzem igazgató tanácsát, az egykori vörös sisak üzemegység termelési vezetőit, úgy, mint... Controlling. Marketing. Design. Az urak rövidesen bebizonyítják önnek, hogy amit ön a saját üzemének tart, annak erősen vitatható ingatlan értékével szemben olyan óriási terhek állnak, mint például... Szállítási tartozások. Elmaradt bérkifizetések. És jelzálogok nem csekély mértékben. Strucz úr, mit gondol, mit ér az ön úgynevezett gyára? Hm? Én majd megmondom önnek egy márkát, egy pfenniggel se többet. Felháborító a viselkedése. Mit gondol, kikkel áll szemben? Természetesen nyugodtan fordulhat a vagyonügynökséghez. Bennük talán jobban megbízunk. Gyere! Na szép, mondhatom. Már éppen elkészültem a kávéval. Ez így nem lesz jó, Gűn úr. Kühn, Frau Giebel. Kühn, mint kávé. Gagug. Kókuszdió. Össze-vissza rohangálsz, mint egy majom a pálmafákon. Nem csoda, ha senki nem vesz komolyan. Mit csinálsz már ilyen sokáig? A Goethe összes a fejedben vagy, de képtelen vagy felhúzni egy nadrágot. Hát egy kicsit feszes, de... Ez felsőbb vezetőknek való? Alpakából? Vezetőknek? Alpakából? Na de kérem, uram, ez egy kitűnő anyag gyapjú és kasmír keverékéből. Meglehetősen elegáns, garantáltan gyűrődésmentes és pillekönnyű. Voilà! Most nézzünk egy hozzávaló nyakkendőt. Talán ez lesz színben a legalkalmasabb. Erről hiányzik a csomó. Ezt megvesszük. A régi holmikat kérem, csomagolja be. Igen. Most aztán elég legyen a fukarkodásból. Több mint 2000 márkánk van. De hát ez a mi vastartalékunk. Ugyan? Most beindul a vállalkozás. És egy márka vissza. Most már jól nézel ki, elegáns vagy. Persze, csak hogy 1000 márkát adtam ki egy öltönyre, az üzem meg egy márkát ér. Ugyan már.
megengedheted magadnak. Adj egy kis pénzt tankolásra. Ez elég is lesz. Maga csak úgy besétál ide, és azt gondolja, hogy csak úgy hip-hop megszerezhet egy népgazdaságilag igen fontos üzemet. Mindent komoly szakmai felkészültséggel, mindazon rendelkezésre álló paraméterek alapján, melyeket a pénzügyminisztérium, a gazdasági minisztérium, az illetékes szászországi tartományi minisztériumok, a német gazdasági kamarák koordinációs hivatala és a Németország átalakításában közreműködő egyéb mértékadó intézmények, mit is akartam mondani, bonyolítanak le. Vissza Döblingenbe! Jó napot! Hé, látta ez egyébként még egy teát Jackie anyjának? Jöjjön be! Én meg azt hittem, hogy maga a háztulajdonos. Eszterül úgy nézett, mint egy gazdag pipi. Közelről meg, mint egy szegény mosónő. Már 2 óra elmúlt, Jacqueline. Még ilyen korán van. Olyan itt, mint egy hippi tanyán. Azonnal vegyél föl magadra valamit. Talán egy olyan rongyot, mint ami rajtad van? Akkor inkább mesztelen maradok. Kész van a tea. Te anarchista riba! Kapitalista ribanc. Valódi értékesítési lehetőségeket anticiklikus piaci felvevőképesség mellett innovatív diverzifikációs infrastruktúrális optimáló döntéseket és kreatív válságmenedzselést csak is kompetens vállalkozói személyiségekkel lehet biztosítani, vagyis ehhez olyan emberekre van szükségünk, akik mernek kockázatot vállalni, nekilátnak, üstökön ragadják a lehetőségeket és a markukba köpnek. Herr Strutz. Rendelkezésemre áll egy több mint 1 millió márkás ajánlat az egykori Vörös Sisak kerti díszműárugyárra. Ön is megérti, hogy a nemzetgazdaság konszolidációja szempontjából a közhaszonnak meg kell előznie az egyéni tulajdonhoz való jogot. Ez sarkal arra, hogy ezt a kínos ügyet a lehető leggyorsabban lezárjam. Pénteken 9 órára az üggyel kapcsolatban dönteni kell, tető alá hozzuk és véglegesen lebonyolítjuk. Ha addig megfelelő ajánlatot kapok öntől egy megfelelő foglalkoztatási koncepcióval kiegészítve, nos, akkor módomban lesz az ön tulajdonosi igényét figyelembe venni. 1 millió. Pénteken 9-re. Különben sajnos nem áll módomban. 1 márkám van. Ahogy mondja. Rendkívül ébernek kell lenni, mint láthatja, a konkurencia nem alszik. Már pedig néven tyúk. Mégis mit akarsz tenni? Kipuhatolom, hogy mi a polgármester terve a te üzemeddel. Még hogy csak 1 márkát ér, ő meg 1 milliót fektet bele. Kíváncsi vagyok, hogy mi lehet e mögött. Ne ilyen hangosan. De a hülyék mi vagyunk. Nincs fedél a fejünk fölött, se ágyunk, se fürdőkádunk, se fazekunk. És a lányunk is elment. Ezer márka ezért a rongyért, Gyurka. És még nem is tankoltunk. A pitypalac énekének jellegzetes összetevőiről kapta nevét. Dallának jellegzetes összetétele a leggyakoribb pitypalac pitypalactól a pilitypattyon át egészen a palac-palac-pity különböző variációjáig terjedhet. Kedves hallgatóink, ornitológiai műsorunkat hallották.
nekem ez az egész dolog bűzlik. Hogyan? A sütim. Tudsz. Azt hiszem, ideje lenne a dolgokat kitálalni. Ó, igen. Azonnal tálalok. Mondjam, kellemesen csalódtam. Ugyan kérem, ez csak egy kis kóstoló volt. Eredetileg üzletügyben jöttem önhöz. Holnap is van még nap. Most kóstoljuk meg az én híres galette surprise-emet. Oh. Csodálatos itt önnél. Hát igen, én mindig a legjobbra törekszem. Ó, ön elkényeztet engem. Ez kedvesen természetes, ha egy ilyen csinos hölgy a vendégem. Ígyünk az egészségre. Úgy tűnik, mi jól megértjük egymást. Menjünk vissza, kicsit lehűlt kinn a levegő. És szépen elcsendesedett minden. Ajósa, hiányzik a te zsakid? Nem csodálom, vén medve. Mi itt már feleslegesek vagyunk. Gyurka. Te vagy az egyetlen, aki nem hagy engem cserben. Hát ez nem lehet igaz. A gumipont a ti méretetek. Pont jó lenne. Szerintem bő lenne. Kussolj, Pikel. Ez elég lenne ma estére, mi? Ez kemény, mint a kruppecsét, és tartós, mint a bőrt. Ilyen kell a tökös német fiúknak. És kitartó, mint egy farkas kutya. Farkasan. És ha előkapjátok majd a zsebetekből, úgy jönnek majd a lányok, mint a legyek a trágyadombra. Komolyan beszélsz? Kussolj, Pikel. Nem mindig ugyanoda.
Úristen, mit csináltam, Gyurka? Hé, te vén mazsola! Másszál ki a traktorodból! Gyere! Oda nézz, hogy mit csináltál! Gyere! Látod azt ott? Teljesen tönkretettél. 5000 gyümölcsízű koton a legjobb minőségből. Hogy gyümölcsízű? Banános. Ez szuper! Na, mit mondtam? Az Egyesített Németország legújabb terméke. A fenébe. Tönkrementem. Gyurka! Na, ez a nap is jól kezdődött! 10 éven keresztül vártam rád. 18 évig voltál hűtársam. És most hideg hullámsír martaléka leszel. Öreg. Én elvesztettem a kotonokat, te meg a ragacsodat, de az élet megy tovább. Gondolj csak Janis Joplinra. Kire? Freedom is just another world for nothing left to lose. Milyen fárasztó ez a nagyvárosi élet. Jó, nagyon fájnak a lábaim. Próbáljunk meg lestapolni egy hajót. Ja, ez lehetetlen. Eladták Gyurkát Ocskavasnak. Hé! Hé! Stop! Megállni! 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 Lakásod nincs. A feleségem és a lányom elhagytak. Az örökségem egy fillért sem ér. És Gyurka az én hűtársam. De remélem, más bajod nincs. Ilyenek vagytok ti keletnémetek, a legkisebb nehézségnél elbizonytalanodtok. És akkor mit szóljak én? 5000 prima koton. Csúcsminőség. Egyszerűen... Pst, lepotyog a folyó. Erősek, frissek, piacképesek vagyunk. Ne ilyen fásultan, uraim! És még egyszer! Na, még egyszer, egészen mélyen legugolunk, és most ugrás! Hopp! Két sört kérek! Maradott tisztelettel Udo Strucz, egykori német tanár és vállalkozó. Hozzon nekünk még egy kört. Utóirat. Az általam igen tisztelt vesző, iskolaigazgató úr, vesző, keresztül kasul kinyalhatja. Pontosan.
Láthatod, Charlie, hogy én nem szarozok. Erre ígyunk egy üveg pesgőt. Ígyunk a 48 órán. Pénteken 9 óráig. És ha megkapom az üzememet. Veszel nekem egy új koton szállítmányt. Sőt, két vagy háromszorosát. És hogyha nem sikerül, nem érdekes. Föladnál nekem, kérem, ezt a levelet? Bízza csak rám. És most pesgőt nekem és a társamnak. Pesgőt? Azt nem tudok adni. De hadd ajánljak egy kitűnő, saját termésű habzóbort. Landwitzer Zwergenperle. Miért nem maradtál a polgármesterednél? Te cafka? Te ez! Te! Te! Iszákos! Te! Te pléboly! Nekem még van egy kis megbeszélnivalóm a társammal. Pontosan. Ó, Frau Grimmel! Frau Strutz! Meghívhatom? Egy csésze forró kávétől teljesen máshogy indul a nap. De most aztán meg is fogjuk inni. Nyugalom, a levél már úton van. Meg van elégedve? Először is hitelre van szükségünk. Mi a baj, partner? Nincs. Nincs semmi. Nem sokára lapátoljuk a milliókat. Megmutatjuk, hogy kik vagyunk. Pestrúc. Az ön bácsikája ezeket a törpéket a saját képmására teremtette. Na hát, micsoda hasonlóság. Ön a mi utolsó reménységünk. Tennie kell valamit. Ez a kún egyszer csak ideállít nyugatról. És magának akarja a gyárat. Úgy bánik velünk, mint az idiótákkal. És ráadásul mellette áll a régi vezetőség. Nem érdemli meg ezt a jó üzemet. Valószínűleg megváltoztatták a mérleget is, tudja? És a társadalom biztosítással is csalnak ezek a ganajok. És majd a városban egy bárt akarnak nyitni. Ugyan, egy bárt, egy kocsmát. Csak szép lassan sorjában. Nem világos még minden. A Kuhn úrnak az üzemmel kapcsolatban egészen furcsa elképzelései vannak. Nem akarok én kötekedni, de... Ma mindjárt úrnak befellegzett. Egész Landwitz. A törpékből él. A maga bácsikája mindig a legjobbat akarta Landwitznak. Én nagyon jól ismertem őt, rendkívüli ember volt. Remélünk, és számítunk önre, Herr Strutz. Kérem, ne hagyjon minket cserbe. Na, ne üljünk itt ilyen után. Rengeteg dolgunk van még. Tolni ezt a roncsot. Már csak tolni lehet, de még mindig jó kis autó. Na, mi történt a jó öreg Ferkóval? Nem Ferkó, lőzzen a gyűrka! Te jóságos ég! Hogy itt semmi sem változott? Pont úgy néz ki itt minden, mint két éve. Mondjátok csak, jól érzitek magatokat ebben a mocsokban? Egyre több szar roncsot látni erre felé. Hát, ez nem szarroncs, érti? Ez itt a gyurka. Aha. Itt minden roncsnak nevet adnak. Ó, a családunk gyönyörű szép háza. Jaj, nagypapa, milyen jó, hogy te ezt nem érted meg. Mindenki azt hiszi, hogy háztulajdonosnak lenni nyereséges.
pedig több adót fizetek, mint amennyi bért kapok. Ne kiabálja már fel a környéket, maga vén szatyor! Még a végén megsajnálom magát. Már maga sem olyan fiatal kis csibe. De kirakok én innen mindenkit. Szép sorban egymás után az egész bagást. Én aztán igazán türelmes ember vagyok. De most aztán... A kék sarokban Lauze nagyi. Egy fekete néger. Még ez is. Nézd meg ezeket a szerencsétlen fickókat. Szomorú nyárspolgárok. Szerintem csinosak. Na persze, mert te is egy ilyen kerti törpe vagy. Ezeknek egy egészen más design kéne, egy egészen más stílus, amiről lerin a lifestyle, értesz? Nem. Amit nem foghat föl ezen a földön a józanész, hogy miért hiányzik mindenkinek a pénz. És ha engem kérdeztek, hogy ki lesz itt a nyerő, a bátor férfi lesz az a természetes szellemi erő. Pontosan! Tehát a dolgok mostantól teljesen megváltoznak. Én csak annyit mondok, Króm. Egy ideális jó barát. Na mit szól hozzá? 1 millió? Pontosan. És teljesen kockázatmentesen. És ön... ki, ha szabad kérdeznem? Ő Herr Strutz, a tulajdonos. De nekünk egyáltalán... Nos, Herr Strutz, ha ilyen összegű hitelt kérvényes, szükségünk van garanciákra. És én még azt hittem, hogy változnak az idők. Hova valós jön egyáltalán? Mi kvalifikálja önt? Egyáltalán ki jön? Tanult NDK. Állampolgár. De. Mit vársz egy olyan banktól, amely úgy néz ki, mint egy kekszes doboz? Nagyon sajnálom, Charlie. Az új öltönyöm még áll valahogy, de ezek az új idők egy számmal nagyobbak. Mi már egy lefutott modell vagyunk. A régi módi. Kivéhet. Mint egy trabi. Kreatív menedzsment oktatás. 3 óra alatt új emberré varázsolj. Minden, amire szükséged van, itt van benn a kobakodban. Bizony! Kreatív menedzsment oktatás. Mit akarsz te ott? Maradj te csak inkább régi módi. Ráérsz még változni. Kedves Rita, az elmúlt néhány órában kiderült, hogy ha igazán akarunk, közös nevezőre tudunk jutni mindenben. Lehet, hogy tényleg közelednek egymáshoz a pozícióink. Vagy talán... fedik egymást. Borzasztóan kíváncsivá tett. Nos, kedves Rita, Landwitz-szal nagy terveim vannak. Ide... egy hipermarketet építünk, több mint 120 ezer négyzetméternyi eladó és raktár területtel. És ide egy hotelkomplexum épül. Látványkonyhával, revűszínházzal, beauty farmmal, konferenciateremmel, stb. Természetesen első osztályú kivitellel. És erre az üres területre már részletes terveim vannak. Egy moziteremre, százország legnagyobb vetítővásznával. És... nagy teljesítményű popcorn dobbal. És ezen a területen megépül majd a környék legnagyobb gyógyfürdője. Itt lesz majd a Landwitz-i csomópont. Egy autós pihenő 50 kutas töltőállomás. Autópálya? Erre a területre már opcióm van. Rita! Prága, Varsó, Moszkva, Vlagyivosztok, a jövő útja, az út kelet felé. Befolyásos Bonni kapcsolataim által az út az Uralhoz, Landwitzon keresztül vezet. És ez lesz az egész régió tartó pillére.
Voilà. Tehát ez a vörös sapka. Így van, Rita. A középpont. Hát akkor mondjuk 2 óra múlva. Jól van, rendben van. Jól van, szia. Középtávú stratégiák, vevőelfogadás, piacanalízis. És a partnernek mindig a szemébe nézni. Udo, szerintem mi túl kicsiben gondolkodunk. Egészen máshogy kell elkezdeni. Figyelj már! A tetején kell beszállnunk. Aha. Gondolod, hogy intenzív kapcsolatok kellenek informatív síkon? Pontosan. Gyere, sűrű esténk lesz, gyere már! I've seen the sunsets in the east and in the west. I've seen the glory that was roaming past the hounds of singers' home. It still seems for the best. And I'm far, far away. With my head up in the clouds. And I'm far, far away. With my feet. Tevén szász réfa, ez lesz száma nem semmi. Ide soha nem jutunk be. 10 éven át próbáltam. Ismeretség nélkül nem megy. Pontosan, pontosan. Gondolj, hogy mindig csak a belső hangodat kell követned, akkor minden úgy megy, mint a karikacsapás. Egyszerűen hallgass meg magad belülről. Nem hallok semmit. Öreg, mostantól nálunk van az aduász. Én vagyok az éjszaka császára, gyönyörű a hangom. Hát rajta most már nem múlik. Meglehetősen be vagyok szarva ettől az estétől, és remélem, Brünnhilda nem szabad megint fokhagymát. Hey, jó estét! Ember, most jön a mi számunk! Na gyerünk, futás! Hát itt meg mi történik? Na, mi a ma? Úgy állsz itt, mint egy sóbálvány. Addig kell elkapnunk a pénzzelzsákokat, amíg még tele vannak. Charlie, itt minden olyan gyönyörű. Gyere már, hagyd a balacsogást, Udo. Figyelj arra, hogy mindig hideg és kimért legyél. Érted? Aha, nem. Valami csak van abban a sötét száz agyadban. Hát csak Goethe Faustja. Azt.
valahogy mégiscsak primitív. Én azt gondoltam, önök szeretnek itt élni. Ó, ne haragudj, hogyha megzavartam a gondolatot. Semmiség. Épp a racionalizmusról beszéltem. Manapság a varázsszó a racionalizmus. Csak az válik gondolkodóvá, aki gondolkodik. De jaj, az éles elme mit segít? Jó szív segítőkéz mire megy itt? Ahol a romlás országszerte tombol, és rossznál rosszabb kél a régi rosszból. Nagyon érdekes a felfogása, de nem gondolja, hogy a világban, a politika, pártokban, bárhogy nevezzék őket, bíznunk ma nem lehet. Na de kedves barátom, ilyen szellemi magaslaton... Kaphatok abból egyet? Rakja már tele a tányérját, Frike, üres hassal az emberiteket. Szóval ez a Siegfried egészen lebilincselő, ez a tiszta német erő. De aki a német kerti törpékben hisz, az őrzi hülyen a hazáját. Semmi baj, barátaim. Gustav Hohenstein, gazdasági bank. Nagyon szépen kérem, ne molesztálja ostobaságaival az elnök urat. De Fricke, a földhöz ragadt gondolkodásával csak elszárkózik. Ez az úr kifejezetten széles látókörű. Hallgasson a szavaira, Fricke, nem árt, ha tanul valamit. Szomszédjával ki is törődne, kit-kit a maga baja bánt. Aranyforrásunk egyre sorvad, mindenki lop, halmoz, kuporgat, és pénzes ládáink konganak. Ennek az országnak most olyan formátumú emberek kellenek, mint ön. Ha jól értem a szavaiból, önnek tervei vannak, investálni akar. De ugyanakkor, ha jól értem, likviditási gondjai vannak. Na de, kedves barátom, ezt igazán nem kell szégyelnie. Ezt az egyik legnagyobb, és ha megengedi hozzátenném, hogy legbefolyásosabb német bank elnöke mondja önnek. Na de most tegyük félre a humort. Mekkora összegre van szüksége? Egy számító ember olyan, mint egy állat a zöld mezőn, akit gonosz szellem űz körbe-körbe, és nem látja a tájat törtetőn. A felelősség érzet a vállalkozó legfőbb erénye. Nagyra értékelem az ön nemes lelkiségét, de most már bökje ki végre az összeget. 1 millió. Ön üzlettársa? Nos, hát úgy gondolom, hogy ekkora összeg fölött könnyedén rendelkezik. Igen. Az lesz a legjobb, ha közvetlenül az opera után megkötik a hitelszerződést. Örülök, hogy megismertem, herr... Cucc. Kérem, ne értsen félre, Cucc úr, de biztosan áll valaki ön mögött. Egy nagyvállalat, szerződések, nemzetközi kapcsolatok, partnerek. Ne vegye ezt tőlem rossz néven, ilyenek vagyunk mi bankárok. William Buck. William Buck. A gazdasági élet egyik óriása. És hadd mondjak valamit, barátom. Törpék, akik az óriások vállán állnak, messzebbre látnak, mint maga az óriás. Ha tudná, hogy most milyen okosat mondott. Miből idéztél állandóan? A Faustból. A Faustból. Hát mi másból? Hát ez hihetetlen. William Buck, a multimilliómos. Tőle akarsz 1 milliót kerti törpére? Pont William Buckton. Ő 10 számmal nagyobb nálunk. Az olyan fiúkkal, mint te, még a kutyája sem áll szóba. Egyáltalán hogy akarsz vele találkozni? Hát? Ha már 20-a van, te is tudod, hogy ez mit jelent. És hát a 20-a? Na végre a gyészbe kapsz. Ma van a házassági évfordulónk. Aztán jó fej vagy. Házassági évforduló. Már csak 36 óránk van.
Ne idegesítsd magad, az első géppel elrepülünk New Yorkba. Na persze, elrepülünk. És te olyan jól beszélsz angolul, mi? Én nem, de te? Ja, persze. Szép dolog a kapitalizmus. 1 millió bankszámládon és 1 márka a kezedben. És te ebből akarsz New Yorkba repülni? Nem, Udon, ne viccelj. Ez nem megy 1 márkával. Ma van a szerencse napom. Mindent a 20-asra. Mindent ránk, mama. Ez itt a Pigálbár. Oda néz, kerületi pártiroda. Itt nem sok minden változott. Kicsit valahogy minden piros maradt. Na, kicsim, ehhez mit szólsz? Ez az. Aki tud, az tud. A társadalom biztosításból erre is tudja. Már nem sokáig, mert mi gondoskodunk róla. Operatív. Hát persze. Oké, srácok. Most mutatok nektek valamit, amit soha nem fogtok elfelejteni. Tehetséges a kicsike. Black satin for love and sin. Na, mi lesz, fiúk? Akkor mi le is vetkőzünk. Bizony. A mi kis táncosunk Potsdamból. Tapsot kérek Diana-nak. Hol van Jacqueline? Úgy tűnik, akadt egy kis dolga. Uraim, most maguk jönnek szépen egymás után sorban. Milyen sötét van itt? Bizony. Bizony. Júi, én már nagyon kíváncsi vagyok. Hát még én, hát még én.
Jó kezdődik! Hogy oldjuk meg ezt a válsághelyzetet? Operatíve? Bizony. Képzelem, hogy bámulhattam. Pucéra, mint a páviának. Nem, én nem maradtam volna itt még egy éjszakát. Gondolod, én igen. Na, szegény Raúl. Ne sajnáld, belőle nem sokára filmrendező lesz. Charlie! Még egy óra is felrobbantottuk volna. Mi a baj? Semmi. 3x20-as. Ez nem lehet igaz, ez hihetetlen. Charlie, neked már megint igazad volt. Jó rámenősen. Mindig a közepébe. És a tetején beszáll. Gyere! Jó, de... Egy óra múlva megy a gép. Amerika! Mindjárt jövünk! Te, én megyek aludni. Lehet, hogy rád is ráftvéren, Zsaki. Á, nem. Én még itt maradok Gyurkánál. Oké. Okay. Mi történhetett a papával? Teljesen megváltozott. Tudod, de... Amióta nem vagy vele, valahogy minden rosszul megy. Nem. Ő már nem a régi. És Rita? Ő sem. Oh-oh. Na mi baj van, kicsi lány? Segíthetek? Már semmi. Csak panaszkodtam. Amióta Gyurka elromlott, az egész család meghűlt. Hogyha összerakom a trabit, akkor rendbe jön majd minden. Az ilyen egyszerű lenne. Miért? Egy ilyen trabi nem sokban különbözik egy biciklitől. Nem, Herman. Ez így nincs rendjén. Ön úgy csinál, mintha szanálni akarná a piros sapkát, de csak az autópálya jár a fejében. Autópálya. Ezt már ezerszer megbeszéltük, Rita. Az egyesítés jól jön mindenkinek. Igen, csak jönnek egy picit jobban. Ha megépítik az autópályát, akkor a piros sapka milliókat ér, majd több milliót márkánként. De én a nyereséget rögtön befektetem. Rita, ön üzletvezető lehet, vagy még ez sem érdekli? 8000 márka havonta. Feltéve, ha a férje lemond a vörös sisakról. Na és odalent a helyieket? Egyáltalán megkérdezte őket? Kérdezni. Ha mindenről kikérem a véleményüket, akkor még 100 év múlva is itt tartanánk. És lehet, hogy ez egyáltalán nem is lenne olyan rossz. A törpe cilipszap. Udo, Amerikába? Neked teljesen elment az eszed. Gyerünk már, itt állunk a cél elő. Udo, én sajnos itt maradok. Megértelek. Nem értesz semmit. Én sohasem ültem ilyen izében, és teljesen be vagyok szarva. Na, jól van. Komolyan, az úszó tanfolyam még a méteres trambulinra sem mertem felállni. Képtelen vagyok veled menni. Nagyon jó társam voltál. Na, most mit baromkodsz, Udo? Kettő. Vittek vagyunk. New York, Brooklyn, Bronx. Udo, ez maga lesz a pokol! New York! Olyan sokkal nagyobb nem lehet Rezdánál.
really getting on my goddamn nerves. Mexico. Look, I don't give a shit if there is a goddamn earthquake, you understand? Sell all that stock in Mexico right away. Hold on a minute. Hey, pal, listen, don't call us, we'll call you, all right? I got it. Yeah, Trayston. New? The fuck is new? And where the hell is Trayston? Oh, Germany. Could you tell me, is that east or west? I don't give a shit. Buy the whole fucking town. Here, come on, let's get out of here. Neked volt igazad, Charlie. Nem szabad fosni. Nem szabad kicsiben gondolkodni. Teljesen a tetejénkkel beszállni. I want you to take care of that strike in Milano. We gotta be back to work in the morning. You, you've been trying to hand me this folder all goddamn day. You know I gotta sign the contracts. Why don't you give it to me? Call my pilot and have the jet ready in an hour. Hey, Jack. Call Texas and make sure the oil wells are okay. And don't bother me with the details. I don't want no more bullshit. Mr. Buck, we really have to talk about our financial interests in Switzerland. Yeah, okay, wait a second. Check those dates in Japan. Oh, get these contracts out right away. Did you get Chase Manhattan Bank on the phone yet? Come on, let's get the hell out of here. We can't wait here all goddamn day. William Buck. Hey, why don't you call me Bill? Who just goes? Boy, I tell you, these little guys, they're really something. Are they for sale? Don't you understand English, pal? Нет, говорю по-английски. Я только говорю по-русски. Понимаю? Ну? Ну? Он хочет узнать, продаете ли вы этих гномов. No, Tata. He sells. Good. I'll take 30,000 and ask him how much. Он купит у вас 30,000. Сколько вы хотите за это? 1 million. Понимаешь? 1 million. Yeah, okay. I'll take care of it. Tell you what, it's a deal, my friend. I'm sure you'll be very happy. Good luck. Dollar. Hey, come on, let's go. I ain't got all day. What are you all standing around for? We got work to do. I can't be here all day. Let's go. It's Toronto on the phone. Yeah, what is it? Good, I'll call you back, all right?
Spasiba. Rögtön a következő géppel jöttem. Na és nem féltél? Félni? Majd beszartam. De nem hagyhatom cserben a társamat itt New Yorkban, a pokló poklában. A repülő csak Kölnig ment, aztán Frankfurt, Párizs. 16 órát ültem a repülőben, hány ingerem van? Mind miattam. De most már semmi baj, haver. Újra talaj van a lábam alatt. Akkor ne szobrozzunk itt. A repülő egy óra múlva indul Dresdába. Airports! Egyértelműen a hívó fügy. A hívó fügy. Herman, az az érzésem, hogy már rég Böhmenben vagyunk. Nyáfogni, 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 maguk csak ezt tudják. De hát nem sokára besötétedik. Na igen, ez jellemző magukra. Félnek mindentől, a felfedezéstől. Miért nem maradtam otthon? Virgonc egy madár. Nem örülnek a felfedezésnek, nem örülnek az újnak. Ha maguktól függne, minden maradna úgy, mint volt. Minden maradna a régiben. Az autóik úgy néznek ki, mint egy rakásszal. Három órát állnának sorba egy vacak banánért. És még örülnének annak, hogy zöld. De mi legalább törődtünk egymással. Nálunk mindenkit érdekelt a másik. Na persze, aztán lefülelték egymást. Törődés, emberi közelség. Kiráz a hideg, ha ezt hallom. Jaj, nekünk itt jól megy, nekünk itt mindenük megvan. Gyertek csak ide és nézzetek körül. Na, szerintünk nektek sem egy jobban. Jobb is volt maga nélkül. Semmi véleményük, semmi bátorságuk, semmi ellenállás. Gerinctelenül, mint a csigák. Még 16 percünk, gyerünk! Most jön a gűn! Na végre! Már épp ideje volt! Maga az? Mi ezt? Mindenképpen meg fogjuk akadályozni. Majd meglátja. Bizony! Elkéstek. A ti időtök már lejárt. Igen, de akkor sem mehet be az igazgató. Köszönöm szépen. Udo Strucz. 9 óra emlékszik? Igen, homályosan. 1 milliós kölcsön a gazdaságbanktól. Gustav Hoffenstein és William Buck. A nevek ő magukért beszélnek. Csak mindig a tetején kell beszállni. Úgy gondolom, hogy minden probléma megoldódott. Na igen, alapvetően igen. Megengedni, főnök? Ez a kis pecsét nálam jó kezekben lesz. Az már bizonyos. Magasabb fórumon. Panasszal élünk majd. Operatívet. Elintézve. Ó, de Udo.
hiszek a szememnek. Na, most már mehess, Gyurka! Na hát, Bongo, te egy igazi varázsló vagy. Mondtam, hogy egy ilyen trabi nem sokban különbözik egy biciklitől. Jaj, na hát. Nincs is jobb illat, mint amikor frissen égetik a porcelánt. Jó ital a válna, szörp. Szereti a sok kis törp. Charlie, Udo, társam, mindent köszönök neked. Nem kell ez, öreg, nekem is megérte. Szólong, Udo. Csak a guruló kerekek nem lesznek mohások. Főnök. Jó reggel, Strúc úr. Herr Strúc. Főnök. Jó, de ezt a főnökezést, ezt hagyhatják. Ugyan már, Herr Strúc. Esetleg segíthetek valamiben, főnök? Nem látta véletlenül a feleségemet? Az ön kedves felesége kirándulni ment a polgármester úrral, és hogy is mondjam csak, még nem jött vissza. Először is megkeressük a mamát. Olyan az illata, mint a hazainak. Ha tudnám, ennyire örülök, hogy látom. Ez az igazság, hogy eltévedtem. Azonnal Dresdába kéne mennem. Sürgős dolgom van ott. Szóval indulhatunk már, vagy mi lesz? De ez így nagyon sokáig tarthat. Nem tudna egyszerre kettőt venni? Ezt még errefelé nem gépesítették. Különben is nyár közepén tűzifát gyűjteni. Nem mehetne egy kicsit gyorsabban? De ugye, hogy megy ez?
én Udo, mint Tarzan. Te, a te sapkáddal, gőtéddel és gyurkáddal. Nekem nincs szükségem menedzserre. Nekem a férjem kell. Ó, Rita. Üzletelsz. 500 liter spiritus. Ez a jövő útja. Út kelet felé. Tehát ott vagy már régóta. Ez csak volt vad kelet. Volt Udo. Itt már nincs mit keresnem. Ott az Ural mögött. Ott van szükség ilyen fickókra. Hát te nem is tudsz oroszul. Te se tudtál angolul. Küldök majd képeslapot Vlagyivosztokból. De vészáz szépa. És ha defektet kaptál, Charlie? A gyurkában mindig van számodra hely! Thank you.
wir fahren in die schönsten Ecken. Sie bringt mir auch was mit, 3 Kamelhaardecken. Ich hab jetzt Telefon mit allen Trümmern dran. Ich hab sogar eine Nummer, doch keiner ruft mich an. Ein Bad, ein neues Fenster, es tut sich was im Haus. Es steigt im Monatsmiete, am 1. muss ich raus. Das ist eine nette Marktwirtschaft, ich bin voll dabei. Morgen wär's abgewickelt, aber ich bin frei. This is awesome.